Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik. Szeretettel köszöntöm Önöket belföldön, külföldön, egyaránt mindenhonnan, ahonnan nézik az adást. Mert hát úgy látom, hogy nagyon nézettek vagyunk, hál' Istennek, és nagyon sok helyről kapunk visszajelzést is, és hál' Istennek, kop-kop-kop, ahogy azt szokták mondani, lekopogjuk, hogy csak szépeket és jókat hallunk. De ugyanakkor azért én arról gondolkodtam, hogy milyen jó az, ha az embert szeretik, dicsérik, meg kellemes dolgokat mondanak neki, és ugyanakkor megosszák a kedves nézők a véleményüket arról is, hogy hát tulajdonképpen mi az, amit még szeretnének hallani a műsorban, miről beszélgethetnénk még, és egyébként, hogy még milyen témákban lennének ők is jobban járatosak, tehát kíváncsibbak bizonyos fokú problémákra, és valamilyen szinten azért ez egy nagyon jó kis visszajelzés, amit az ember így telefonon, vagy éppen levélben megkap. És arra gondoltam, hogy ugye épp idejövet, hát a nagyon kedves Portás bácsitól én kaptam egy levelet, és hát fel vagyok rá hatalmazva, hogy én ezt a kedves kis levelet megosszam Önökkel, mert úgy megörültem neki, amit írtak nekem, és sőt, fel is hatalmaztak rá, hogy én ezt felolvashassam Önöknek, hogy megosszam az örömömet, és mégpedig Sopronból kaptam Barikától, aki lehet, hogy éppen most a televíziót nézi, és együtt örül velem, és egy gyönyörű levelet kaptam tőle. Engedjék meg, hogy felolvassam, mert tényleg annyira jól esett, hogy nagyon. Kedves Zsuzsa, azért kerestem fel levelemmel, mert még régebben, amit cégemről és az üzlettársamról mondott, minden ugyanúgy bejött, ahogy azt látta a képletem, mert megmondom őszintén, hogy ez sem most lehetett már, mert mikor én valakivel beszélgetek, vagy éppenséggel felhívnak telefonon, nekem utána már egy pár óra múlva, mert teljesen minden kiesik a fejemből, hogy kivel is beszéltem. Igazából én soha nem hittem a jóslatokban és a csillagokban, de amint megtapasztaltam az Ön által felvázolt jövőképemet, hogy például az üzlettársam jelentős kárt fog nekem okozni, és nagyon fogok benne csalódni, rádöbbentem arra, hogy van valami a csillagok és a számmisztika által egy komplex és egy egységes útmutató, ami segített nekem abban, hogy felnyissa a szemem. Továbbra is jó munkát kívánva, nézem a műsorát, és sok-sok sikert kívánva, Kelemen Andrásné Sopronból, Barika. Hát kérem szépen, én ezúton is tényleg így képernyőn keresztül is megköszönöm a kedves Barikának ezt a nagyon kedves szívhez szóló levelét, és tényleg hát a legjobb tudásom szerint segítettem anno. Jó, hát azóta már eltelt egy bizonyos időszak, és én nekem tényleg utána már elfelejtődött és kiesett, de hát hál' Istennek ez is egy nagyon pozitív visszajelzés, amitől azért általában mondjuk meg az őszintét, hogy hízik a májunk, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon örömteli visszajelzés, amikor az embernek tényleg beigazolódik, hogy még ha először egy kicsit talán szkeptikusok is, vagy először egy kicsit talán úgy vannak vele, hogy hát, próbáljuk meg, aztán majd meglátjuk, mert nem vagyok benne még biztos. De utána pedig hát kiderül, hogy hát, ja Istenem, hát ez tényleg így volt, és tényleg hát megtörtént, amiről szó volt, és mennyire jó, hogy akkor éppen tanácsot kértem, mert hát az üzletemnek az alakulásában, vagy éppenséggel, hát amint a levélben is ugye kiderült, hogy hát az üzlettársal való dologban, tehát munkában, hát bizonyos problémák merültek fel, és milyen jó, hogy akkor úgy döntött, ahogy döntött, és hát sikerült. Kérem szépen, én azt hiszem, hogy ez az egész élet területére roppant fontos és érdekes dolog, mert ha például még mindig ugye a párkapcsolati problémáknál egy kicsit még leragadva, noha azért szeretünk egy kicsit más témába is belekukkantani, de még mindig azt hinném, hogy azért érdemes és van mit róla beszélni, mert rettentő nagy az érdeklődés. Tehát hál' Istennek azért mindig van miről beszélni, és van mit megbeszélni.
És azt hittem, hogy kimeríthető a téma, de úgy gondolom, hogy kimeríthetetlen, mert véleményem szerint azért tényleg, tehát, hogy egy kapcsolat és egy házasság hányféle százezer októl tud tönkre menni, és hány ezer út van ahhoz, hogy tényleg megszűnjön egy kapcsolat, vagy ellaposodjon. Hát tényleg kell róla beszélni, mert amikor a kedves felek házasságot kötnek, és még oltári nagy a szerelem, és még minden olyan hű, de nagyon happy, akkor utána, amikor már ugye azért a hétköznapoknak a problémáit próbálják együtt megoldani, és egy bizonyos idő eltelik, akkor bizony már azért a féltékenység, a hatalmi harc, és hát sorolhatnám még az egyéni között céltalanságba torkoló problémák, ugye az intimitás szint elhagyástól való félelem, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden van, ami sajnos, hogy ugye megmérgezi a kapcsolatokat. Na most egy bizonyos tekintetben, ha az ember egy felmérést készít, és higgyék el nekem, én készítettem, csak éppenséggel úgy fejbe az eddigi tapasztalataim során, ami hát nem kevés, mert azért valljuk be őszintén, hogy több mint 20 év, azért több mint 20 év, és azért abban az időszakban, ha egy kicsit azért beletekintek, hogy mennyi is volt nekem tehát hogy milyen tapasztalataim vannak nekem azokban a kedves érdeklődőkben, vagy akik tanácsot kértek eddig tőlem, hogy a párkapcsolatoknak a megromlása miért megy tönkre, és tulajdonképpen hogy látom én ezt, és hogy látják ők, hogy élik meg ezeket a lehetőségeket, és valójában, hogy a képlet mit mutat ebben az esetben, és mitől nem jó ez, tehát mitől klappol, mitől nem klappol, hát akkor én azt mondanám, hogy azért nagyon érdekes dolgokra jöttem rá, mert azért tényleg, hogyha az ember belenéz két embernek a horoszkópjába, akkor azért lehet érezni és lehet látni, hogy mi várható ettől az embertől, vagy ettől a kedves hölgytől, vagy ettől a pártól, aki épp házasságra készülődik. És ugye két embernél, ha az ember beletekint a közös jövőjükbe, és tanácsot szeretne adni, akkor higgyék el nekem, hogy nagyon nehéz tanácsot adni, amikor például olyan történik, hogy eljönnek hozzám, vagy éppenséggel felhívnak telefonon, és akkor azt mondják, hogy hát kérem szépen, mi nagyon szeretjük egymást. És tényleg dúl a szerelem, és én például látom a horoszkópot, látom, hogy miről van szó, és kiderül, amit én látok, hogy hoppá, ez nem egy életre fog szólni. Na, a legnehezebb ilyenkor tanácsot adni, de ugyanakkor, akkor is még vannak kivéthető lehetőségek, mert azért 75%, amit egy csillagászati horoszkópban az ember meglát, és azért az a bizonyos 25%, ami a szabad akarat, hogyha látom és megértem, hogy az illetőben mit tudok javítani, vagy éppenséggel milyen hibákat tudnék kikerülni, és a hétköznapokban hogy tudok bizonyos problémákat átélni, megérteni, végigvinni, vagy éppenséggel legyen türelmem, mert megéri, vagy éppenséggel fogjam a cokmokomat és csomagoljak össze, mert egyáltalán nincs értelme tovább, akkor higgyék el nekem, kevesebb lenne a válás, sokkal jobban mennének a dolgok, és teljesen más szemszögből tudnának egymáshoz állni, és egymással kapcsolatot teremteni, még az elején azok a kedves párok, vagy éppenséggel azok, akik ugye szeretnék az életüket összekötni sorszerűen. Higgyék el nekem, hogy nagyon-nagyon tényleg statisztikailag nagyon ott vagyunk, ahol nem kéne, és nagyon sok a válás, és nagyon sok olyan probléma van, ami sajnos egyre jobban-jobban a technika fejlődésével, hát nem csak mint áldás jött ugye nekünk, hanem sajnos megvan az ódiuma is. Tehát a féltékenység az az egekben jár, és magában véve a bizalmatlanság, a hitetlenség, az egymásban lévő olyan hibáknak a kiaknázása, amiből a bolhából is elefántot lehet csinálni, tehát sorolhatnám még, hogy mennyi minden van. De azért én nagyon örülnék neki, hogyha
ténylegesen más szemszögből próbálnánk ezeket a problémákat kezelni, és volna rá lehetőség, ha egy kicsit talán az előrelátásunkkal és az önismerettel, vagy egy kicsit az átbeszélgetéssel előbbre tudnánk haladni abban a tekintetben, hogy hogy lehessen azokat a problémákat orvosolni és kezelni, megoldani, amik tényleg a párkapcsolatot és magában az emberi kapcsolatokat előbbre viszik. És ugye hozzá kell még tennem azt, hogy rettentő fontos a családnak az alapítása a céljából, és magában véve hát azért ne, ha lehet, akkor ne járassuk már ennyire le a házasságnak a szentségét. De ez tisztelet a kivételnek, tehát én nem teszem le a voksomat, mert remélem, hogy azért vannak még olyan kedves párok, és vannak olyan kedves urak, hölgyek, akiknek ez tényleg nagyon fontos, és úgy is állnak remélhetőleg hozzá. De hogy önöket is szóhoz engedjem jutni, én elárulnám a műsornak a nem MLD-as telefonszámát, ami a 269-0386-os hívható szám, és már is bekapcsolják önöket a kedves kollégák, tehát lehet velem együtt tartani, és lehet velem tényleg beszélgetni bizonyos témákról, minden témában nyitott vagyok, és tényleg napra készen megpróbálok tanácsot is adni. Jó, hogy nem olyan hosszú ideig tartó, amilyen szokott lenni, hanem hát tényleg 3-4 percben állok mindenkinek a rendelkezésére. Itt tessék parancsolni, ön van a műsorban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Anikó vagyok, és én hát lassan egy éve, tavaly október 3-án hívtam föl párkapcsolat miatt. Igen. Akkor ön azt mondta nekem, hogy egy jó 6-7 hónap múlva várható, és most nem is lenne jó, hogyha ez megjönne. És mondta nekem, hogy én legyek egy türelmes skorpió, úgyhogy az is vagyok. Párkapcsolat nincsen, de ezt csak azért mondtam el, hogy már beszéltünk, de most nem ezzel a témával kapcsolatban keresném. Munkával kapcsolatban én megpályáztam egy állást. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy munkaváltás látható-e a jövőben, illetve egy kis anyagi felmendülés. Értem. Ehhez mindén kérnék szépen egy születési képletet. Már a skorpiósága ellenére, mert már elfelejtettem. Igen, tessék mondani? 1967. Igen. November 4-e. November 4-e. Uh-huh. Hát most már gondolom, hogy én miért mondtam, amit mondtam. Tehát igen, tulajdonképpen tényleg legyen egy kicsit türelmes a párkapcsolatával illetőleg. Nézze, én most nagyon őszinte leszek önhöz, és nehogy félreértsen, és nehogy azt higgye, hogy itt hordok mindent össze-vissza. Nem erről van szó. Higgy el nekem, ha ebben az évben történne önnel olyan, hogy rászánja magát, és azt mondja, hogy na jó, akkor én most, aki az utamba kerül, teljesen mindegy, mert annyira egyedül vagyok, hogy most már elegem van. Nem lenne jó, mert ahogy jönne, úgy menne. Teljes fölösleges, tehát ez ennek nincs értelme, tehát várjuk ki. Nem szabad, na most én ezt arra értem, hogy nincs értelme beleugrani, érti? Tehát nincs értelme olyan flörtöknek, meg az olyan bizonytalan kalandoknak, aminek semmi értelme nincs, csak a lelki világát felkeverik. Na most, de nem is hinném annyira, hogy ön ebbe belemegy annál okosabb, mert hát azért a különbsége... Nem volt ilyenre precedens. Úgyhogy nem, félre ne tessék érteni, nem azért mondtam, de én ezt azért is teszem hozzá, mert azért az Uránusz olyan helyen áll, hogy az Uránusz tud különbséget adni. És ez nagyon jó ebben az esetben. Teljesen jó. Na most az van, hogy a munkahelyváltást illetőleg viszont örömhírem van az ön számára, mert hál' Istennek ebben az évében mutatkozik az, hogy előre halad. Tehát a Merkúrnak egy olyan vibrációja lép be november hónaptól az ön számára, már nem sokára, hogy ténylegesen, tehát ez a vibráció még egy novemberig, tehát csillagászati időt veszünk éte, és ez 2017 novemberétől még egy novemberéig szól, tehát fellódul az év, nem fog stagnálni, fellendülnek a dolgok, és valójában olyan helyre fog kerülni sokkal jobb pénzért, több pénzért és előnyösebb üzleti lehetőségei lesznek, meg kell lépni gondolkodás nélkül.
el lehet fogadni. Erre lettem volna kíváncsi. Igen, nyugodtan igen. Tessék meglépni. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, és minden Én jót köszönöm. Kívánok. Minden jót kívánok, és sok sikert a munkához. Az év mutatja. Tehát ténylegesen azért, ha az ember tényleg csak egy pár szóval is, de fontosabb döntések idején, amikor az embernek olyan fontos lépéseket kell megtenni, akkor nagyon jó dolog, ha az ember egy kicsit előbbre lát. És úgy gondolom, hogy ez mindegyikünkben azért benne van. Itt a következő kedves telefonáló, akit nagyon nagy szeretettel üdvözlök, ön van a vonalban. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Marika vagyok. Üdvözlöm, jaj, de kedvesen mondta Marika. Honnan telefonál Marika? Székesfehérvár mellett lakom egy kis faluba. Igen? Én megmondom őszintén, hogy Székesfehérvár felé menve, ott van egy pici kis falu vagy járás, nem tudom, Mornak nevezik, és ha... Én ahhoz közel lakom. Igen, és ott olyan gyönyörű ilyen, tehát mutatja is a tábla, hogy így megyünk, hogy ilyen kastélyok vannak, meg tehát azért érdemes, én egyszer bizony be fogok térni, és ha lesz annyi időm, akkor egy kicsit körül fogok ott nézni, mert azt mondják, hogy csodálatos vidék. Nem tudom, hogy mi az igazságtartalma, ott még nem jártam. Kedves Marikám, miben segíthetek? Meg szeretném kérdezni, hogy az életem végig egyedül fogok-e maradni? Te jó Isten! És hogy találok-e valaki párt magam mellé, vagy esetleg az egyik gyerekem észőtére is fog jönni. Nem értem, hogy mi van az egyik gyerekem? Egyik gyerekem 19 éve megnősült, és azóta még nem jött haza. Meg szeretném tudni, hogy egyáltalán hazatalál-e, vagy marad így, hogy nem jön. Most két különböző dologról van szó. Igen. Az egyik a párkapcsolatáról szól, a másik a gyerekéről szól. Igen. Na most bocsánat, de ne haragudjon, az, ha valaki megnősül, attól még hazamehet, vagy most hogy tetszik ezt érteni? Költözni haza, vagy hazajönni, vagy látogatóba? Hát vagy... látogatóba gondoltam, hogy azért ókor, ha a szüleit meglátogathatná, de ezt nem tette meg a 19 év alatt. Hát ez elég elképesztő. Hol él a kedves gyereke, külföldön? Nem, itt Magyarországon, tőlem 50 kilométerre. És fiúgyerekről van szó? Fiú, igen. Jó, satszoltam. Tessék mondani nekem egy születési dátumot, az önét és a kedves fiájét is. 48, május 1 az enyém. Ominózus Bika, igen. Az övé 73, október 21. És mindjárt mondom a magamét. Kérem szépen, kezdjük a rosszabbal. Igen. Nézze, ön 1948. május 1-én született, hát Pikáról beszélünk, és azért az életében maradtak csalódások, előre borítékolom önnek, hogy ténylegesen, tehát nem volt könnyű a sorsa, mert ezért egy eléggé kívülről jövő akadályok gördítették az életében a problémát, tehát volt mit a tejbe aprítani, tehát ön sem későn állt sorba, úgy mondják a problémákért, mert azért bejöttek. De kezdem a fiánál. Mi is a fiának a neve? Jácint. Jácint. Gyönyörű neve van. Kérem szépen, most én azért belekérdeznék, hogy tessék nekem elárulni, hogy ön nem kereste a fiát, vagy nem? Nem? Igen, igen, kaptunk láthatási engedélyt. Összesen háromszor, amikor 5 éves volt a kis unokám, most 18 éves, és a fiam az utolsó alkalommal nem engedett be bennünket. Az ajándékot elvitték, de viszont kizárt bennünket, és nem engedett be. Tehát elmentek a házához, ott, igen. Ahol él. És nem engedte be önt a kapun, hanem egyszerűen kizárták. Kizárt, igen. Az ajándékot elfogadták, de önökre, igen, nem volt szükség, tehát az önök részvételét. Na de bocsánatot kérek, ez mikor történt? Hát ez 15 évvel ezelőtt. Értem, hát azóta már az unoka már megnőtt. Igen, 18 éves. És az unokát sem láthatják? Nem, nem, ő még nálunk egyetlen egyszer nem volt. Sőt, még egy fényképen sincs róla. Na most tessék rám figyelni, én nem tudom, tulajdonképpen ebbe egy kicsit talán jobban bele kellene nézni, mert itt a családi problémáknak a tömkelegét látom,
És végső soron azt, hogy hát már nem is lehet annyira fiatal emberről beszélni, mert egy életkorú emberről van szó. Én azt látom, hogy azért bizonyos téren és bizonyos esetekben ő kötött egy házasságot annak idején, de ennél az úriembernél, tehát az ön fiánál nagyon szélsőséges, vagy-vagy középút nincs. És valójában, nem tudom, de a házasságát ő rettentő nagy szerencsének éli meg. Ennyire el van vakulva, vagy ennyire behatással van rá a házassága? Hát csodálkozom rajta, hát nem is értem az egészet, mert egy év múlva elég nehéz időszak előtt áll, és nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy visszatér önhöz a gyereke. Tehát én azt mondom önnek, hogy egy kicsit talán mélyebb betekintést igényel ez a téma, mert csak most az első gondolkodásra és az első rálátásra én azt mondanám, hogy visszatér önhöz a fia, de olyan okok vannak, és olyan problémákat kellene itt kizárni és rövidre zárni, amelyek azért javarészt nem telefontémák. Elég nehéz, igen, amit én látok. Tehát ebbe bizonyos olyan témák is felmerülnének, hogy azért én rákérdeznék, hogy esetleg peres ügy, vagy valami nehéz probléma volt a fiánál? Kettőnk között semmi nem volt. A testvérével se tartsak kapcsolatot. Egy, amit hallottam, hogy szekta családba került. És ezért meg... tiltották, hogy mi velünk. Kérem szépen, sajnos ki fogok térni erre is. Nem az első eset, és nem is az utolsó. Volt már ilyen? Volt már ilyen? Na most engedje meg nekem, hogy önre, tehát ez a téves, tév hiteknek, amikor sorolhatnám, hogy mennyi olyan szekta van, hát ami sajnos ugye eltiltják a szülőktől, tehát volt már ilyen nálam, tehát volt már a praxisomban ilyen, és sajnos, hogy ebben az esetben ön kevés ilyenkor, addig, amíg ő rá nem jön, hogy tényleg ez egy fals vallás, és egy fals dolog, és mennyire lélekromboló, addig ön tótágas, tehát sajnos nem lehet vele mit tenni. Az ön esetében, na most a magánéletével kapcsolatosan pedig én arra gondolok, hogy egy eléggé jó időszaka következik, nem fog egyedül maradni, hál' Istennek. Hát önben annyi szép van, egyáltalán nem fog egyedül maradni. Tendencia szerint, higgye el nekem, ha senki nincs az életében, akkor én jövő májusig valakinek be kell, hogy lépjen. Most hat meg másfél évvel a férjem. Őszinte 50 évi házasság után. Őszinte részvétem. Nagyon szépen köszönöm. És annyira lelkibeteg vagyok, hogy nem tudok itt benn megmaradni. Állandóan megyek, jövök, megyek, nem tudok maradni. Nem, egyszerűen a lakásban nem tudok megmaradni. Állandó jelen kell mennem kell. Elnézést kérek öntől, de én megértem, hogy ön miről beszél. Csak az a helyzet, hogy ezt 3 perc, 4 perc alatt, 5 perc alatt nem tudom önnek megmagyarázni. Na most az, hogy meghalt a férje, nem könnyű dolog. Nem, sajnos annak ellenére, hogy bizony nem volt jó. Nagyon sok rossz volt, kevés volt a jó a házasság az 50 év alatt. Nézze, nagyon nehéz volt az életem, ahogy tetszett is mondani. Így van. Kívülről jövő behatások véget. Na most én azt látom, hogy tessék lezárni, mert ami történt, megtörtént, az már fényé vált, abban már nem lehet mit kezdeni. Gondoljon bele, hogy hány embernek van, és hány embernél fordul elő, én is így vagyok ezzel. Tehát tulajdonképpen, amikor az ember úgy visszatekint a múltjára, vannak benne olyan időszakok, amikor az ember úgy azt hiszi, vagy lehet, hogy tulajdonképpen mondjuk jó, én más tésztából vagyok gyúrva, mert akkor nem ez lenne a szakmám, mint ami, de én tulajdonképpen tehát ezt úgy tudom kezelni, hogy az az illető, ami akkor történt, nem is én voltam, nem is velem történt ez az egész meg. Tehát hogy magyarázzam önnek, az én változik,
És tulajdonképpen a halálnak köze van hozzá, mert valóság szerint, tehát ha úgy vesszük, ez egy teljes más fejezet lesz, és egy külön téma, amit tartogatok, de most még nem jött el az ideje. Tehát meg kell érni bizonyos dolgokra. Na most az életünkben korszakok vannak, történések vannak, és ezeket a történéseket kénytelenek vagyunk úgy felfogni, mint ahogy vannak is, mert ténylegesen elmúlnak, túlmegyünk rajtuk, semmivé válik. Meghal az a személyiségünk, érti? Tehát nincs értelme rágódni rajta, hogy Istenem, de sokat szenvedtem, jaj, de sok minden történt velem. Igen, ez a tapasztalatunk egy része. Végigéltük, de már az az énem nincs. Az én énem itt és most van, amin tudok változtatni, pro, kontra, tehát itt arról van szó, hogy vagy előre lépek benne, vagy pedig egyáltalán nem lépek, és akkor visszamegyek állandóan a régmúltba, visszamegyek állandóan abba, hogy mi történt velem azelőtt, édes Istenem, hát így, hát úgy, hát amúgy, bocsánatot kérek, semmi értelme nincs neki. Tessék azt az időszakot lezárni, tessék tovább lépni, tessék tovább menni, mert annak lesz értelme. Jön párkapcsolat, nyisson új lapot, hagyja a férjét, elment a férje. Ha esetleg ebben a párkapcsolatban a férjével nem olyan volt a viszony, akkor is szeretettel el kell engedni és le kell zárni, mert úgy fog be tudni jönni az életében más. Nézze, tendencia szerint én megértem önt, hogy témfereg a lakásban ide-oda, be fog jönni új párkapcsolata, de azt hiszem, hogy erről még lesz mit beszélni. Jó? Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedvességét. Remélem, hogy ennyivel is egy kicsit talán meg tudtam nyugtatni. Csak hát volna még miről beszélni, aztán itten igen. Előre haladunk. Jó? Igen, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen. Viszont hallásra. És viszont hallásra. Én azt hiszem, hogy sajnos, hát elbeszélgettük az időt, és ennyi volt mára, de folytatni fogom, mert tényleg a téridőről, magunkról, a múltról, a jelenről, és hát magában a párkapcsolatokról is látják, hogy hova tudunk kiukadni egy bizonyos témából. És pontosan ezért van, amikor azt szoktam mondani, hogy egy bizonyos kérdést a kedves televízió nézők, vagy a kedves telefonálók feltesznek, és egyáltalán nem ott kötünk ki. Mert minden kérdésnek 100 okozata van, 100 háttere van, és teljesen máshova tudunk kiukadni, amiből megnyerjük az értelmét a kérdésnek. De azt hiszem, ez még mindig téma lesz a következő alkalomkor is. Addig is tartsanak velem, nézzék meg az ismétléseket is, és jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor várom önöket nagy szeretettel, és Sopronban puszilom a Borikát, és köszönöm a kedves levelét, és minden jót kívánok mindenkinek. Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik.